Budapest. A magyar dolgozók közel fele a törvényi minimumot kapja bérgyanán, derül ki egy pénzügyminisztériumi háttéranyagból, amit a Portfólió. Huszerzett meg a tárca adatai szerint a minimálbér és a garantált bérminimum tavalyi emelése az alkalmazottak 42,4%-át érintette. A versenyszférában 2018-ban így 879 ezer munkavállalónak kellett emelni a fizetését a jogszabály alapján 138 ezer, nettó 92 ezer, illetve 180,5 ezer, nettó 120 ezer forintra, amelynek valamivel több mint a fele minimálbéres volt. Mivel az állami szektorban 232-50 ezer embert érinthetett a minimálbér emelés, így összesen 1,1 millió dolgozó kénytelen beérni a lehető legalacsonyabb bérrel, amelybe bele sem számolták a közfoglalkoztatottakat és a magukat foglalkoztató egyéni vállalkozókat. A legtöbb minimálbéres a keleti ország részben található. Békés megyében például több mint 60% a minimálbéren vagy bérminimumon foglalkoztatottak aránya. A legjobb a helyzet a fővárosban, ahol csak 32% ez az arány, Fejér megyében pedig 35%. Minimálbéreseket főleg a kisebb, néhány fős cégek foglalkoztatnak, és minél nagyobb egy vállalat, annál kisebb az arányuk, az 1000 fős cégeknél már alig éri el a 25%-ot. Nem csak a területi, hanem ágazati alapon is erős eltérések vannak a legkisebb bérek alkalmazása között. A legrosszabb helyzetben az idegenforgalomban és a vendéglátásban dolgozók vannak, ahol csak nem kétharmados arányt tesznek ki a minimálbéren vagy garantált bérminimumon foglalkoztatottak száma. Az adószakértő szerint sok minimálbérest csak papíron foglalkoztatnak minimálbéren a munkáltatók. A járulék csökkentés ellenére még mindig nagyon magas a magyar bérek közterhe, ezért trükközhet még mindig a munkáltatók egy része, mondta Vadász Iván adótanácsadó, aki szerint többet meg lehetne tudni a visszaélések nagyságrendjéről, ha nyilvánosságra hoznák, hogy a minimálbéresek közül hány dolgozó van részmunkaidőre, 6 vagy 8 órára bejelentve az alacsonyabb közterhek miatt. Folyamatos emelések idén és jövőre egyaránt 8%-kal emelkedik a minimálbér, így januártól 149 ezer forintra nő, a garantált bérminimum pedig 195 ezerre. A szakszervezeti oldal az év utolsó napján fogadta el a munkaadók javaslatát. Attól tartottunk, hogy a kormány egyesség hiányában nem emelné 2019-ben a minimálbért, magyarázta Pokövics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.